lesz még egy futam? Hát abban elfogtak, hogy van egy futam. Az idei 1500-as ranglista ízét állam persze egy egész kérdésben a Szegi István az esélyese versenyzőjel. Megtartok, hogy 1500 méteres versenyben Vörös Márka Hódi Ákos a versenyzője diadalmas korot 3.47.68-as időeredménnyel. Azért is fontos is, nagy presztízs értékkel bíró 1500-as versenyhez, nem csak már nem lép verseny, hanem mert a legjobb magyar és külföldi résztvevő 55.000 forintos pénzdíjban részesült, amennyiben 65 éve felállított Kána Pöris 4,8 másodperces világcsúcsával azonos, illetőleg jobb eredményére. Ha ezt az eredményre sikerül elérni, de Kána Pöris 44, ugyanúgy a magyar csak versenyző 25.000 forint illeti meg, az anyagiak felett természetesen még mindig hangsúlyozná, hogy a Honvéd kupának talán a legnagyobb presztízzel bíró versenyszáma. És hát ennek a versenyszáma az első ilyen. Az idei formák alapján várható volt, és ez még igazolódik az élet, Nincs Balázs az ütre versenyzője. Ennek 800-as eredményeket itt már magáinak az idei szezonból, illetve hát 1500-as ranglistán is a második helyen található az utaversenyzője, 3.43,9-al. Elnézzük gyorsan a 800-as ranglistára, amit vezet 1.46.18-al. Ez a futás talán még jobb lehetett volna, hogy egy kicsit erősebb mezőnyben van, 1.46-on belül is akár. De most maradjunk itt az 1500 méteren. Továbbra is az élem, te klasszisa. Gyerünk, Gergő, gyerünk, fiúk! Menjünk, Beli! Ebben a pillanatban kiállít kettő fősre. Szűkült az élmezőny 1500-an az utolsó 400-ban. Tíg egyenes talán majd eldönti, valahol kételen tesznek egy örömmel a dolgot. Szóval nagyon próbál zárkózni, és talán az utolsó pillanatokra tartodott az előzés, és minden elejét feleadja az utolsó mintereken. Nagyon szép! 39-41 a minden. Gyerünk, 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 gyerünk,